Részlet a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Azért lettem nevelőszülő című videójából. Többek között ezzel a kisfilmmel és előadásokkal népszerűsíti a nevelőszülői hivatást az intézmény. A hálózat ezúttal Szekszárdon, a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár gyermekkönyvtárában mutatkozott be. Szabó Zita tavaly szeptember óta gondoskodik egy 4 éves kislányról. Elmondása szerint már több éve gondolkodtak férjével azon, hogy nevelőszülők legyenek. Nehéz körülmények között került hozzánk, és azóta nagyon-nagyon sok mindent tudtunk fejleszteni, rengeteg mesét tud már, játékokat, és mozgásában is nagyon sok fejlesztés történt, és nagyon-nagyon ügyesen. Annyi öröm és szeretet van ebbe a kislányba, hogy nem igaz. A szolgáltató jelenleg 13 megyében közel 7000 gyermeknek és fiatalnak nyújt teljes körű gyermekvédelmi szakellátást. Széchenyi Sándor Tolna megyei igazgató azt mondja, nagyon sok gyermek szeretne családba kerülni. Ezért legfőbb céljuk, hogy családi környezetet biztosítsanak nekik. Azonban az intézménynek komoly kihívást jelent, hogy azokat a nevelő szülőket, akik már régóta végzik a tevékenységüket, idősek és szeretnének pihenni, őket pótolni kell. Ez a tevékenység egyrészt nehézséget is jelent, de nagyon sok szépséget és örömet is hoz az életükbe. Erről szeretnénk minél több fórumon, minél több tevékenységen lehetőségen keresztül hangot adni. Nyilván teljes körülön tájékoztatva, eloszlatva azokat a tévhiteket, ami ezzel a tevékenységgel jár. Tolna megyében jelenleg 350 családból kiemelt gyermek és fiatal van, akikről 117 nevelő szülő gondoskodik.